Szeretettel köszöntöm a megjelent hallgatóságot és a Szent László Akadémia Magyar Nemzettárgyának világháló keresztül követőit. Téma ugyanaz, a magyar nemzet, és ahhoz hozzátartozik természetesen a múltja. Már a múlt héten is elkezdtünk egy olyan történetet, ami a magyar történelem ősiség gyökereink tisztázásával indul, és hát a mai előadónk is egy olyan témát választott magának a magyar nemzet meghatározásán belül, ami egy érdekes fogalom annak, akinek új. Tehát a magyar kereszténység, vagy szögediesen, vagy ősiesen, vagy jelentéstanilag kereszténység a fő cím, és azon belül a koronán keresztül, illetve a 7000 éves múltunkat taglalva fogja mai előadónk elmondani, mit kell tudnunk a magyar kereszténységről. Ő Berényi László, szeretettel üdvözöllek László körünkben. Köszönöm a Szent szépen. László Akadémián azt hiszem még nem adtál elő, tehát ez egy debütálásod lesz. Köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Egyben arra kérem önöket, hogy a mostani előadás előtt gondolatban porolják le mostanában kevéssé használt jobb agyféltekéjüket, mert hogy az analógiás gondolkodás vezet majd minket a célhoz, és erre most nagy szükség lesz a következőkben. Ehhez a kérdéshez az ember, ha hozzáfog, akkor jól teszi, ha a népi bölcsességhez folyamodik, és ilyen értelemben már is kezdjük az öreg székellyel, akit ha megkérdeznek egy ismeretlen dolog láttán, hogy mondja már meg, hogy az micsoda, akkor kis gondolkodás után határozottan rávágja, hogy vagy valami, vagy megy valahova. Érdekes módon eleink is ugyanígy gondolkozhattak, mert ehhez hasonlóan a magyar nyelv rendszer szemléletű megalkotói a világegyetemet háromságként, amit zárójelben egytengelyű dualitásnak is mondunk, látták és láttatták. Ennek jegyében kétféle égitestet ismertek fel, egyik fajta áll és helyben forog, ebből lett a bál, másik fajta él és mozog, ebből lett a bél. Az élő égitest kering a hozzáképest állónak tekinthető égitest körül. Tehát ez hasonlatos egy géphez, ami ma ismeretes, van annak ugye egy álló része, és van egy forgó része, és van egy közös tengely, amitől a gép háromság és egyben egység is. A nap és a föld viszonylatában a forgás tengelyével meghatározott napot azonosíthatjuk bállal. Föld nem csak kering, azaz él, hanem forog is, legyen hát a neve F plusz él, föld. A hold a föld bélje. Bár tudjuk, hogy nem él, hanem hold, így lett belőle hold. A bolygók összességét bélágnak, azaz világnak nevezték. Ezt még Varga Géza találta meg, ezt az összefüggést. És a bélgó, az a bolygó szavunk eredetije. Varga Csaba figyelmeztetett, hogy a gó az egy régi magyar gyök, és menést fejez ki, jellemző módon az angolban ma is a gó az menni jelentéssel bír. Tehát a fa ága, ami mozdulatlan, bál. A levél, az ami él, azaz mozog, bél. Ami alul van, ág, anyag, talp, mély hangrendű szavakkal, ami felül van, ég, lélek, szellem, fej, viszont magas hangrendű szavakkal fejezhető ki. Ami középen van és áll, az állunk, no, még a vállunk is ide vehető, a has, a hát, mély hangrendű, viszont a mozgásképes, kéz, szem, fül, él, így magas hangrendű. A Doppler effektusra ismerünk ebben az összefüggésben, mert hogy tapasztaltuk, hogy a gyorsan mozgó motor, ha elzúg előttünk, akkor a hangja távolodva mélyül, tehát valahogy így. És a távolban akkor már egy ponttá zsugorodik, szinte áll,
és akkor a hangja mély. Tehát az összefüggés, ami él, az mozog, ami áll, az meg rezeg, mert hiszen a hang az már rezgés. Ilyen formán az áll és él dualitást fölírhatjuk egy olyan sorozat élére, amelyből láthatóan a színekkel megkülönböztethető módon két pólus rajzolódik ki, ami dualitásnak is mondható, de ez a dualitás, magyarul párosság, ez tulajdonképpen háromság. Mert hogy a harmadik elem az a párokat összefűző láthatatlan fonál. Ilyen formán a háromság, mint egység, más néven egyháromság, ez a köröztény fraktál az ősi elnevezés szerint. A Szent Korona ennek a legjobb példája, de talán a Szent Grálra is egyszer rátérhetünk, mert láthatóan ugyanerről a tőről fakad az is. Hogy mi a fraktál, azt egy-két képpel tudom illusztrálni. Itt jobb oldalt a természetből ellesve láthatunk fraktálokat, aminek a lényege, hogy ugyanaz a szerkezet mutatkozik meg léptéktől függetlenül. Tehát kicsiben ugyanaz van, mint nagyban, és ez a szerkezeti hasonlóság azt az elnevezést szülte, hogy a folyások is ide sorolhatók. Az előbb említettük, hogy ami áll, az rezeg, ami él, az meg mozog. A valóságban, vagy a természetben háromféle rezgés ismeretes. Ilyen értelemben az örvény a tengeren megfeleltethető az úgynevezett torziós hullámnak. A torziós hullám más néven Alfvén hullám, egy ilyen svéd kutató fedezte föl 1930-as években. Aztán ismerjük a transzverzális hullámot, amelyik a színusz hullám, vagy színuszgörbére emlékeztető hullám forma. Ezek ilyen csomópontokkal összekötött rugó, illetve húr, kilendülő húr alkotta képletek. Ennek felel meg a szél okozta hullám a tengeren, és a harmadik eset az ismert cunami vagy szökőár a tengeren, ami a longitudinális hullám megfelelője. Tehát itt a rezgés az a terjedés irányával megegyező irányba halad, tehát a vízmolekulák oldalról lögdösik egymást tovább, csak a parton fut ki a végén egy torony magas hullám formájában. Tehát ez a három rezgés érdekes módon megfeleltethető három mozgásnak, amiben a körgyök volt ugye a torziós hullám magyar neve, az is-ízgyök, ami a szimmetria szóban is jelen van, vagy akár a színusz kifejezésben is, volt a transzverzális hullám neve, és a longitudinális, az meg tengelyirányú hullám lévén a tengyök névre hallgatott. A köristennek ilyen formán a kar-íz-tenyér háromság feleltethető meg, mert az előbbi a makrokozmosz jellemzője, a kar-íz-tenyér pedig az emberi test részeként a mikrokozmosz megfelelője vagy jellemzője. Ilyen formán a kar a körmozgásban van otthon, az ízületek az izgő fellemozgást produkálják, és a tenyér az tulajdonképpen öt tengelyt fogad magába, egy csomóban egyesül ez az öt tengelyvonal az ujjak révén, amely ujjak végül is egyenes vonalú mozgást eredményeznek, ha kinyújtjuk őket. Azaz, ez a két név, később még erre visszatérünk, a három rezgés és a három mozgás volt valószínűleg a névadója ennek a szemléletnek, mert az előbbi csoportban keressük meg a helyét, tehát az áll, az a köristen, az él, ami mozog, az a kariz, tenyér, áromság, makro és mikrokozmosz,
menjünk tovább. Tehát ott kezdtük, hogy a Bál volt a nap, a Bél pedig a föld. Ilyen formán a mennyek országa, az Falvai Károly óta tudjuk, hogy az álló csillagokkal szemben a bolygók voltak a mennyők, vagyis ők, a mozgásuk látható volt szemben az álló csillagokkal, huzamos megfigyelés után persze. Ilyesformán a mennyek országát azonosíthatjuk a bolygó közi térrel, vagyis egész pontosan a nap és a föld közötti tartományjal. A földről azt tudjuk, hogy a forgás tengelye, a ekliptika merőlegeséhez képest 23,5 fok körüli értéket zár be. Tehát ez a két tengely közötti bezárt szög a Föld forgásával kapcsolatos geofizikai jellemző. Aztán van még egy érdekes arány, ami Földbolygó nap körüli ellipszis pályája második gyújtópontjának a távolsága az elsőtől, a nap középpontjától, 3,6 d, amely d az ugye diaméter, vagyis átmérő. Tehát a nap átmérőjének 3,6-szerese ez a két gyújtópont közötti távolság. Mert 5 millió kilométer ez a távolság, és a nap átmérője 1,4 millió, így a szorzat az 3,6-szeres 5 millióval egyenlő. Itt az a két méret közti arányról van szó, amely a bolygó keringésével kapcsolatos információ. Tehát erről szokták mondani, hogy skála invariáns mind a kettő, azaz léptéktől függetlenül érvényesül. Tehát itt a nap és földrendszer jellemzőinél tartunk, és itt látható perspektívában, mondjuk fölülnézetben az ekliptika, a föld ellipszis pályán kering a két gyújtópont körül, mert ugye nem csak a nap körül kering. A második gyújtópontban, hogy mi van, erről Rumi Tamás a könyvében, a Két kör című könyvében mást gondolt, de pont ez a könyv vezetett nyomra engem ebben a tekintetben, amiről később majd bővebben. Tehát a második gyújtópontban a jelek azt mutatják, hogy a Báltok asszony fogalom van, ami a Földnek a 26 ezer éves átlagban vett eredőjét jelenti, vagy jeleníti meg. Mert ez a precessziós kúp, amit a korábbiakban már itt láthattunk, az azt jelenti, hogy a tengely a tavaszpont hátráló mozgása 26 ezer év alatt ér körbe, és ez a hátráló mozgás egyidejűleg a tengelynek az elfordulását is jelenti, tehát ha ezt ide középre bevetítjük, akkor ez egy kúpot alkot, mármint az alkotók összessége egy kúppal azonosítható, amit precessziós kúpnak hívnak manapság. Eleink pedig a kúpforma miatt feltehetően, ha tudták azt, hogy a nap az a férfi, akkor a báltok asszony a nő, tehát ez a tokforma, ez a báltok kifejezést eredményezte, amiből később boldog asszony lett, talán azért, mert egy időben a bál fogalmát, egész pontosan a bálványokat, illetve a bálvány imádókat üldözték, és így rejteki módon a boldog asszony változatban tovább élhetett ez a fogalom. Jól láthatóan a föld keringési pályáján négy kitüntetett pont van, ezen belül a téli és nyári napforduló a hossztengelyen van, a rövidebbik rámerőleges tengelyen van a tavaszpont meg az őszpont. És innen azt is láthatjuk, hogy ha a báltok asszony helyét meghatároztuk, mikor öltözik napba a boldog asszony. Hát pontosan a nyári napforduló időpontjában öltözik napba, mert láthatóan a Csíksomlyói Madonna szobor van a képen.
ez a napba öltözött boldogasszony így képzelendő, de ha jobban megnézzük, mást is látunk rajta, a kezében lévő pálca, Mária vagy boldogasszony kezében egy pálca van, amely nagyjából megegyezik Jézus gerincvonalával, és ez a Mária arc élét jellemző tengely nagyjából 23,5 fokot zár be ezzel a másikkal. Tehát Jézus és Mária, mint két pólus, két tengely, két irány megjeleníthető, és ez tudatosan ez a 23,5 fokkal jellemezhető. No, a Magyar Szent Korona minden titkok tudója, egy olyan demonstrációs eszköz is egyben, több célú egyébként, amelyből ezt a szemléletet mi most pontról pontra tanulmányozhatjuk. Tehát az első felismerésünk az, hogy a korona tetején, erről Csomor Lajos már a könyvében megírta, hogy úgy volt ez a kereszt elhelyezve egy persejben, hogy körbe forgatható volt, tehát adott helyen rögzíthető volt egyben, hogy koronázáskor ez a téridőben történő tájolás vagy szinkronizálás ilyen formán volt megoldható, hogy a uralkodó feje fölé emelt koronáról a csüngők a függőleges irányt hivatalból kirajzolták, hiszen függő ónként viselkedtek. Így a tér már a helyére került, mondjuk keletre néző trónus esetén a másik dimenzió is úgymond a helyére kerülhetett. Az idővel pedig úgy tudtunk szinkronba kerülni, hogy a mindenkori sarkcsillagra irányozták ezt a tengelyt, mert ez egy olyan óra nagy mutatójának is felfogható, amely nagy mutató 26 ezer év alatt fordul körbe, 72 év alatt fordul egy fokot, tehát azt lehet mondani, hogy harmadik, negyedik koronázásként, bár az Árpád-háziakat sűrűbben kellett, mert tüntették őket esetenként, és sűrűbb koronázásra kellett gondolniuk. Tehát lényegében ritkán kellett utánállítani ezt a mutatót. Ha ezt felismertük, akkor nézzük csak, hogy a tér elemeit hogy rajzolja ki a csüngő. Hát a tér elemei a sík, egyenes és a pont. Láthatóan az itt látható világgömb három nézettel írható le, amelyeket itt valóban meg is találunk. Ebből az egyik kirajzolva itt látható, ez két dimenziós, tehát ez a sík. Az egyenes tengely az kirajzolja az egydimenziós egyenest, és a pont nyilván a metszés pontként jelen van. És akkor a metszés pontról talán azt is el kell mondani, hogy ez a tér ugye három, ez akkor a sík kettő, az egyenes egydimenziós, akkor a pont nyilván nulldimenziós, vagy nulladimenziós. De nem igaz, mert ebben a pontban úgy tűnik, hogy az összes lehető dimenzió egyesül. Ha pedig visszatérünk arra, hogy a csüngő elemei hogy néznek ki, illetve milyen magyar szavakkal említhetők, hát a karika, szóban a kör, az egymáshoz csuklósan kapcsolódó karikák ízek is egyben, és a tengelyvonal a harmadik elem, a köristen háromság, ugye a tér az rezgés, a köristen az a három rezgés, jelen van itt is, és tovább menve a körforma a négy íz, vagyis a gerezd vagy girizd szóban a négy íz fölismerhető, és a tengelykereszt is a harmadik elemként, tehát minden szinten, minden léptékben jelen kell legyen a köristen háromsága, a köristen fraktál jegyében. Visszatérve a csüngők szerepére, fontos szerepük még, hogy
ezt a rendszert pontosan kirajzolják. Tehát ez alatt azt kell érteni, hogy hátul van egy csüngő, és két oldalt négy-négy, összesen 9 csüngőnk van. Fölülnézetben is megmutatom, itt látható módon ez a 4 belső bolygónak megfeleltethető. Két fél alkotja az egészet, tehát az emberi testhez hasonlóan, amiből tükörképben 2 van, az 2 fél, és együtt lesz egy egész, tehát ez nem 9 csüngő, hanem 1+4=5 csüngő, ha úgy tetszik. De megfeleltethető ez az emberi test esetében a mozgásképes szem, fül, kéz, láb végtagoknak is. Visszatérve az előbbire, oldalnézetben látható, hogy ennek a 4 élő bolygónak az eredője, vagyis súlypontja, súlyponti tengelye kirajzolható, és az pontosan, az képen egy kicsit eltolódva, megegyezik, azaz átmegy ez a tengely az előbb látott precessziós kúp alsó végpontjával, vagyis a körbeforgatható kör középpontjával, tehát ezzel a ponttal, ez akkor a bolygók súlypontja lenne. Arról beszéltem, hogy a hátsó egy darab csüngő, az, ami középen van, az áll. Mi az, ami áll a naprendszerben? Az a nap. Vagy az állunk például ennek megfeleltethető. A nap átmérőjét, ha egy körbe rajzoljuk, vagy körülírjuk egy körrel ezt a 3 levélkét, pontosan egy hüvelyknyi méretet átmérőre, egy hüvelyknyi méretet kapunk. Tehát a nap átmérője az egy távolságméret, vagy hosszmérték, ha úgy tetszik, de kiderül, ha kis n-nel írjuk, akkor az egy időmérték is egyben, mert hogy itt a téridőnél vagyunk most erre figyelemmel. Tehát ha ezt a nap átmérőt megmérve összevetjük ennek a csüngőnek a hosszával, ez több, rövidebb, mint a többi, azok 4,5 átmérőnyi hosszú egyenes végén helyezkednek el, itt a hossza ennek 3,6 d, tehát pontosan azt az előbb említett összefüggést találjuk, amennyiben az abroncsot felismerjük, mint a óra számlapot, vagyis az idő megfelelőjét, tehát a nap és a föld, mert hogy az idő a föld hozadéka, a föld forgásából vagy keringéséből számoljuk az időegységeket. Tehát a távolság láthatóan erre utal, hogy itt az idő az abroncs formájában jelenik meg. Aztán, ha ezt a kettőt, mármint a bolygók közös súlyvonalát és a nap súlyvonalát súlyozott átlagként összevetjük, akkor egy közös a nap és a bolygók közös súlyvonalát fogjuk megkapni, ez a piros tengelyvonal lesz az, az pedig ide esik, de itt jobban látjuk a pantokrátor képen, hogy a zöld tengely volt a bolygóké, tehát ilyen értelemben a bolygókat a Föld képviseli, és ez pedig a közös súlyvonal, ami az aura közepén megy át gyakorlatilag. És mit látunk itt a képen, hogy ezt a gondolatot megerősíteni látszik az, hogy ezen a tengelyen van a bál, vagyis a nap képe, és itt pedig a bolygó képe, mert itt ez a 7 bolygórendszer gyakorlatilag, ami ebben a körben jelen van. A holddal a Föld-Hold együttest jellemezték. Tehát a bolygók, és így a nap, világ szavunk, az a nap, bélágból eredeztethetően ezt az együttest együtt mondja ki, vagyis a kettő közös tengelyére utal. Ebből még az is kideríthető, hogyha a körkereszt aurát tüzetesebben megnézzük, akkor a kör a körmozgásra, vagyis a földre, az időre utal, a tér pedig a tengely keresztel, a 3 képség, ugye egymásra merőleges képség, síkban egy keresztformát mutat. Tehát a téridő egysége a pantokrátor agyának
ami egy szóban az egy magyar szó rejlik, közepén találkozik. Tudjuk talán jól, de itt is ki van tűzve a korona abroncsának mérete, ebben az egy hüvelyk méret egységben kifejezve, azaz 8,5 hüvelyk a hossztengely mérete, keresztirányban 8 hüvelyknyi, tehát nagy valószínűséggel méretarányosan az ekliptikát mutatja ez a ellipszis forma. Az előbb látott módon ugyanebben az ekliptikában különböző léptékben, de ezek az arányok jelennek meg, amiről eddig is beszéltünk. Nagyon érdekes, hogy a Pantokrátor köldökén megy át az idő tengely, és a köldök szóban az élgyök van jelen, amely tehát a mozgó, élő megfelelője. Hogy lett a Bál és a Bél? Hát ez számomra nagyon kellemes meglepetés volt, amikor erre rájöttem, mert kiderül, hogy Rumi Tamás a Két kör című könyvében arra figyelmeztet, mint itt is látható, hogy ez a két fogalom, a nap és a bolygók, a menők, két körrel is megjeleníthető, amely kör közvetve egy középpontot jelöl ki, tehát két középpontot ezzel ki tudtuk rajzolni. De középpontot igazán legegyszerűbben két egymásra nagyjából merőleges, metsző egyenessel tudunk előállítani, ami azt jelenti, hogy ha én a porba lerajzolok úgymond két gyújtópontot, két X-formát, latin X-formát, akkor mellé kell írjam azt, hogy melyikre gondolok, ez az, amelyik áll, és másik az, amelyik él. Hát ezt nyilván annak idején megtették, csak akkor még rovással írtak elején, és a rovás jelekben a B rovás jel az pontosan a latin X megfelelője. Tehát ha összeolvasom ezt, ami oda van írva, hogy B, ami áll, és B, ami él, akkor kijön belőle a Bál és a Bél. Ez, hogy mikor történt, nagyon rég kellett legyen, mert ugye a bálványokról, Bálról, Baalbekről, sőt Bábelről már pár ezer éve hallottunk. A harmadik eset a kettő kombinációja, hogyha egy körrel és egy kereszttel jelöljük meg ezt a két gyújtópontot, akkor feltételezhetően a nap a körrel azonosítható, és a amúgy nem látható valami az a Föld eredőjeként a kereszt jelével jeleníthető meg. Most az eddigiekben téridőben voltunk, most a korona ilyen értelemben a tér megfelelője volt, ugye a forgóngők a tér megfelelőiként, a korona teste ilyen értelemben téridőként is felfogható. Lássuk csak, hogy egyes elemei minek feleltethetők meg. Az abroncsról már kiderítettük, hogy akkor az az idő lesz, a tengelykeresztről pedig hát a tér jut eszünkbe. Valóban a pántokra került a tér az atya képében. Na már most ezt próbáljuk görögösen mondani, pantokrátor, milyen érdekes, lehet, hogy ez is valamikor még magyarul hangzott. A tér szóból, meg később majd beláthatjuk, a trón magyar szóra asszociálhatunk, ugyanazok a mással hangzói. Na de most maradjunk az időnél és az abroncsnál. Az abroncson volt valamikor Szűz Mária képe, és ez a kép Csomor Lajos a prototípusát, ha úgy tetszik, megtalálta. Valószínűleg nem ez volt, de nagyon hasonló volt az, ami a koronán lehetett, mert ez eleget tesz ez a kép, ami Hakuli triptihonon található napjainkban, annak a kívánalomnak, hogy a két tengely közti ferdeség az valami módon
megjelenjék. Ilyen értelemben a függőlegest, ugye a tér függőlegesét, azt a csüngő már kirajzolta, ahhoz képest kell ezt a ferdességet a képbe belevarázsolni. Hát ilyen értelemben már Mária jobban előre nem is tud hajolni, fogadjuk el, hogy ez körülbelül 20 fokos szög, tehát annak megfelelő, ami a két tengely közötti ismert összefüggés. Aztán, ha megnézzük azt a síkot, amelyik a párta tetejét összekötő pontokból rajzolódik ki, ez a sík a normálisát tekintve összevethető az abroncs síkjával, a két normális között a bezárt szög 23,5 fok, tehát az eddigiekben, ugye most térben, most már síkok között térben mutatkozik meg ez az összefüggés. De megmutatkozik ez egyenesök között, ha egy síkbeli képen, vagyis Jézus Zománc képen vizsgálódunk a továbbiakban. Mégpedig két helyen is, mert a bál tengely, a napfiú tengelye, az ugye akkor a tér megfelelője. És van még egy tengelyvonal, ami ferde, és ez egy tankönyv ferdesége, amely tankönyv a TN gyököt tartalmazza. És milyen tan ez? Hát ez ekliptika tana, mert itt az ellipszis erre utal. Tehát a mércög érdekes módon itt is 23,5 fok. Azt az előbb ismert bál fogalom a magyar nyelvben visszaköszön, ugye a láb a megfelelője, ami áll, de mit csinál a láb, ha mozdul, lép, az magas hangrendű, a PB fölcserélhető, tehát konzekvens módon ez a dualitás megjelenik a testrészeknél. Ha pedig a lábból kiindulva a bál tengelyt megfogalmazzuk a láb vonalában, akkor a föld síkjára merőleges, függőleges tengellyel összevetve megint csak ezt a 23,5 fokot kapjuk, mint bezárt szöget. Tehát most már egyenesekben is megtapasztaltuk ezt a, nevezzük ezt mintázatnak, mert ez a Föld-Nap együttesnek a mintázata, majd később erről bővebben. Aztán a fölismerésünk továbbiakban kibővül egy olyan fontos ismerettel, hogy háromnyelvű a magyar Szent Korona, mert ugye kétnyelvűnek mondták idáig, de hát van a párta, mint harmadik elem, erről valami módon eddig nem vettek tudomást a kutatók, pedig hát a vak is látja, ha úgy tetszik, de ez rejti a meglepetést, mert szintén jelek, betűjelek vannak a harmadik elemen, vagyis a pártán, és pedig ez az ICXC latin jel, amit ugye úgy szoktak magyarázni, hogy ez Jézus nevének, Jesusnak a rövidített változat, első és utolsó betűje, ez pedig a Christos görög változatnak az első és utolsó betűje. Apró szépséghiba, hogy a görög változat sántít, mert nincs a görögben C jel, ugye alfa, béta, delta, így jön az ABC. Ha pedig elgondoljuk azt, hogy van egy nyelv, amikben töretlenül kiolvasható mind a négy jel, és pedig ez a magyar nyelv, és a rovás jelek azok, amelyekben az S rovás jel ennek a latin I-nek, az N rovás jel ennek a latin C-nek, az X rovás jel, erről már esett szó, a latin B-nek, az X latin jel a rovás B-nek, és még egyszer a C latin jel a rovás N-nek feleltethető meg. És ebben a felismerésben nekem segített a köristen tudat, ami hát itt is jelen kell legyen, mert ugye a görög betűk voltak a körformájú abroncson,
És milyen betűk voltak, latin betűk a tengely keresztet kirajzoló pántokon, amely pántokban megint csak fordítva a TN gyök rejlik, vagy a TEN gyök rejlik, nem fordítva véletlenül sem. És a harmadik, a rovás, a magyar rovás szóban az ízgyök is jelen van, tehát összeáll a kép, Köristen háromság továbbra is érvényesül. Még annyit, hogy itt a nyári napforduló idején, ugye akkor jár legmagasabban a nap, meg a egy nap alatt a délidőben megint csak ezen a pályán körülbelül itt érhetjük tetten a napot ereje teljében, tehát a nyári napforduló idején ugyancsak, és ez később jelentőséggel bír, hogy miért került ide a pártára Jézus. Talán még azért is, mert a családi neve is Pártás volt. Miért volt az? Mert ugyan édesanyja Pártus hercegnő volt, de Szűzen szülte, és ilyen értelemben, ha az apa neve nem ismert, akkor az anya nevét veheti föl a gyermek, hát így kaphatta szűkebb körben a Pártás nevet. Tehát mit mutat nekünk Pártás, Pártus Jézus? A mennyek országáról magyarul. Mert ezek a rovás jelek levezethetők képjelekből, például a rovás S jele a szár magyar szóból származtatható, logikusan ez a szárral azonosítható. A C az a rovás N-je, a nap, nap szóból is eredeztethető. Az X a rovás B-jeként a bél és belső értelemmel bír. A bélről már esett szó, ugye a forgó részt jelöltük bélnek, és a belső az a középpont más néven. Ha pedig ezeket összeolvassuk, a nap szára értelemmel bír az IC. A szár a függőleges jelöli most is. A nap szára, tehát akkor a tér függőlegese. A nap béljének belsője, ez derül ki, mert ugye itt öt új van, ez keresztbe tett új, ez jelöli ki ezt az X formát, azaz egy metszéspontot, és ezt két új révén, két X-ként, két B-ként is olvashatjuk, tehát nap béljének belsője az olvasata, és mi a nap bélje? Hát az a Föld. A Föld belsője megint csak, ami legbelül van, a forgástengelye. Tehát akkor a Föld forgástengelyét kapjuk, és valóban, ha összekötjük ezt a pontot, ami egy körrel jelölt pont, az X-el jelölt másik ponttal, amiről azt mondtuk, hogy az akkor a babba. Miért babba? Mert a bál szót is helyettesíthetjük a nap helyén, ugye egyenértékűek. Ilyen formán bál béljének belsője az olvasat, ami láthatóan rövidítésként maradt meg a szakzsargonban, több ezer év alatt megunták már ezt hosszasan fejtegetni, hogy bál béljének belsője, mint ahogy most ugye a budapesti közlekedési vállalat helyett, ha azt mondják, hogy BKV, akkor azt már mindenki érti. Akkor is így lehetett. Egy szó mint száz, a babba tengely a függőleges tengelyhez képest megmértem 23,5 fokot zár be. A másik összefüggés valamit, amit hát ilyen értelemben a napnak kell tekintsük ebben a helyzetben, átmérőjét megmérve, ezt a távolságot is megmérve, az arány körülbelül a 3,6-szeres. Tehát kozmikus összefüggések két pont között meghúzható egyenesekkel is megjeleníthetők, szó szerint minden dimenzióban megjeleníthetők. Itt most egy kopt freskó látható, amely
valamikor az Aszuáni gát építésekor addig homokba volt temetve, később víz alá került, de előtte még a freskót lengyel szakemberek lefejtették, és a Varsói Múzeumban látható most. Ez egy kopt székesegyházban volt, ami kb. 1500 éves freskó, és láthatóan az ICXC felirat itt is jelen van, és furcsa módon a két tengely, mindkét szereplő ferde tengellyel mutatkozik meg, az arc középvonalát kell nézni, és ez a két ferde tengely persze 23,5 fokot zár be, és itt a koronánk úgynevezett forgó keresztjét látjuk, de most egyenes állásban, de ez nem azt jelenti, hogy a mi koronánkon is pont ilyen egyenes volt valamikor, hanem épp ellenkezőleg ez a tengely megegyezik Mária tengelyével, tehát Mária önmagában ennek a tengelynek megfelelő módon a sarkcsillagra irányozott időtengely megfelelője, és a tér tengelyét viszont Jézus, mint napfiú képviseli. Aztán érdemes megnézni a 8 ágú csillag, vagy 8 ponttal megjelölt olyan díszítményt ezen a köpenyen, ami felülnézeti világmodell, téridő modell, erről később bővebben. Most úgy gondoltam, hogy most már tengelyben megmutatkozott ez a téridő egysége, nincs tovább, de menjünk, mégis van tovább, mert itt van ez a gyöngy, az előbbiekben a nap volt, most pedig, ha ezt a pontot összekötöm a háromság egységeként jól megjelölt karosszék végpontjával, karjainak végpontjával, akkor a 3XYZ tengelyt fogom kapni, vagyis a jól ismert három képség metszés vonalaként is ismert három dimenziónak megfelelő tengelyvonalakat, és ennek a középpontja, tehát akkor a tér közepe. És a tér megvan, akkor hol van az idő? Hát kiderül, hogy az én vagyok, a szemlélő, mint földlakó, a tengely másik végén, aki idézőjelben ebbe a szobasaroknak is felfogható pontra úgy néz rá, hogy az én szemem sugara mindegyik tengelytől egyforma távolságra van. Tehát itt alul ezt megszemlélhetjük. Ez a tengely, ha a képsíkokra vetítjük, egy ferde egyenest fog eredményezni, tehát ez a 45 fokos ferdeségű időtengely rajzolódik ki. Tehát ez az általános értelemben vett idő, ami a tér inverzeként is felfogható. És ebből még egy érdekesség is kiderül, hogy a piramisok oldallapjai pontosan így alakulnak, hogy a három azonos hossz, az egyes, kettes, hármas pont összekötve eredményeznek egy síklapot, tehát a piramist oldallapját, és az előbb említett módon az idő, mintha erre a síklapra merőleges irányból érkezne. Tehát valami módon a piramis titka is itt rejtezhet, hogy mintha megállítaná vagy megszűrné az időt alkalmas módon, kondenzátorként talán. Ha elgondoljuk azt, hogy itt a tér, trón, törzs háromságról, vagyis inkább azonosságról már beszéltem, akkor ez az azonos mással hangzók konzekvens módon a fánál is ezt a háromságot mutatják meg, amennyiben a törzs az a térrel azonosítható, és a két szereplő a törzs jóvoltából az ág és a levél, ami él, háromságként ugyanezt a rendszert mutatja be, és visszatérve talán itt is
kirajzolódik még egy, ha ezt a tengelyvonalat tovább folytatjuk, akkor ide köt be, és ez a ferdeség talán megint csak a 23,5 fokot kell, hogy mutassa, hiszen az ághoz képest a levél, ami él, tehát az ág tengelyéhez a zöld már ilyen szöget kell, hogy bezárjon. Az előbbire visszatérve, a nap, mint állócsillag, a Bál megfelelője, a hold és a mennyű csillagok, a bolygók, a Bél megfelelői. Az egyik jellemzője a kettős, vagy körszimetria, a másiké a tengelyes szimetria. Aztán itt látható a Pantokrátor kép keretezésében vannak gyöngyök és féldrága kövek. A gyöngy ebből a tér megfelelője lesz, mert az a tenger mélyén szó szerint évekig áll egy helyben, ehhez képest a vércsepp forma féldrága kő inkább az élő megfelelője, hiszen láthatóan mozog, él. Na már most a gyöngyök szimmetria viszonyai derékszöget mutatnak, tehát ez a piros tengelyvonal mutatja a gyöngyökre vonatkozó szimmetriát. Itt jobban látszik, a vércsepp forma pedig egy ferde szimmetria tengelyre mutat szimmetriát, azaz az András kereszt akkor az idő, a György kereszt a tér jellemzője vagy megfelelője. És arra is rájöhetünk, hogy a Babba az miért ismerhető fel a tele holdban, mert a Dacó Lukács atya kutatásait tavaly megerősítette Huszár Andrea, aki ugyancsak a csángóknál járva rákérdezett erre, hogy a Babbával hol lehet találkozni. Hát ezt mondták, hogy a teli holdban. Ez a tele hold, ez mikor áll elő? Amikor a napfény iránya a földet sütve, mi az árnyékos oldaláról a teleholdat fogjuk látni, tehát nagyjából a hold, a föld és a nap egy tengelyre esik. Itt érdemes megnézni, hogy a újholdkor a holdsarló mindig jobb vagy bal oldalt van, soha nem alul. És nem igaz az, hogy vannak olyan égtájak, vidékek, ahol ez alul jelenik meg egy nap folyamán. Arról van szó tudnilik, hogy a holdfogyatkozás az, amelyik produkálja ezt a sarlót, amely a, nem a két oldalán, hanem a gömb forma alján jelenik meg, hiszen a holdfogyatkozáskor a hold a föld árnyéka vetül. Igaz, hogy a hold pályasíkja 5 fokkal eltér a föld pályasíktól, tehát holdfogyatkozás a teleholdhoz képest, amely 13 alkalommal van egy évben, csak 2-szer vagy 3-szor fordul elő egy évben. Tehát az igazi nap, föld, hold együttállás holdfogyatkozáskor valósul meg. És a párta az nappáját is, meg hold sarlót is jelent, hold fogyatkozásnál a párosság valóban érvényesül, mert jól látható, hogy talán akkor inkább itt mutatom, hogy Máriát, mint Babba Máriát, holdsarlón is szokás ábrázolni, de érdekes módon egy kicsit ferde ez a holdsarló, Mária tengelye függőleges, a holdsarló szimmetria tengelye ehhez képest ferdességet mutat, tehát ez a 23,5 fok persze, hogy meg kell jelenjen itt is. És azért nem jöttünk rá igazán, hogy hol van a Babba, mert nem gondolja az átlagember, hogy a föld forgás tengelye az nem egyezik meg a Babba tengellyel, hiszen a földnek és a holdnak, mint együtt mozgó rendszernek van egy közös forgás tengelye.
Ezt úgy kell elképzelni a kalapácsvetőket, ha megfigyeljük a dobókörben az ő forgásuk, egy olyan tengely körül forog, amely a két tömeg közös súlypontján átmenő tengely. Tehát ezt a rendszer, ha úgy tetszik, ez legyen a Föld, ez meg a Hold, amelyik mindig ugyanazt az arcát mutatja, ugye? Tehát ha ezt megforgatjuk, bocsánat, egy kicsit jobban kell, hogy lássák. Tehát ennek a ferdesége mutatja, hogy ez a tengely nem a forgás tengely, hanem ez a kettő között a nagyobb tömeghez közel van jelen, ez a forgás tengely, a képen ez itt látszik. Ez a gyakorlatban a Föld sugarához képest olyan 3/4 sugárnyi távolság, viszont az is igaz, hogy a Föld térfogatsúlya az 5,5 tonna per köbméter, a Holdé pedig 3,3 tonna per köbméter. Tehát ha a nagyságból indul ki valaki, és nem tudja azt, hogy ez a térfogatsúly nem ugyanaz, akkor arra a következtetésre jut, hogy ez körülbelül a földfelszín fölött 1-2 kilométerrel értendő, ez a úgynevezett Babba tengely, tehát a közös Föld-Hold forgástengely. Tehát ha azt mondja a Csángó, hogy ez a tengely a teleholdban van, akkor valóban a hold felé nézve az orrunk előtt van ezen a tengelyen hozzánk igen közel. De miért van ennek jelentősége? Mert egy valós együttállás az a igazi, a teljes napfogyatkozáskor áll elő. Na próbáljuk ezt ábrázolni. Ez egy fekete folt a gyakorlatban. Ehhez képest művészi módon így lehetett ezt megalkotni, a fekete madonnák pontosan ezt a helyzetet tükrözik. Tehát a csenztohovai, jasznagórai fekete madonna, amit még a pálosok vittek oda valamikor az 1300-as években, érdekes módon az arcán 3 karcolás látható, 2 ebből egy széttartó egyeneshez hasonlítható, és ha ennek a központi vonalát megmérem a függőleges tengelyhez, megint csak a 23,5 fokos szögöt kapom. Ha a két vonalat elgondoljuk, akkor ebben még az is benne van, hogy eleink azt is tudták, hogy ez a 23,5 fok plusz-minusz 1 fokos eltérést mutat, tehát ingadozik. Itt a két szélső értéket karcolták belé, eléggé el nem ítélhető módon sokak szerint, akik nem értették, hogy ez egy fontos információ továbbélésére alkalmas megoldás. Hát ez a rendszer a továbbiakban bővíthető, hát jól felismerhető módon a férfi vagy yang a kínai változatban, a nő a yin változatként is ismert. A 3 S-sel és a 4. S-sel kell folytassuk, mert miért van 4 sarka a világnak? Azért, mert a 3 S-jel, az S-rovás jelek így néznek ki, a szoba sarkában tapasztalható, ugye ez a 3 S-jel, ha ezt síkba fejtjük, itt áll előttünk. Ez akkor a 3 dimenziónak megfeleltethető valami, tehát a sarok szó átvitt értelemben tengelyt, dimenziót is jelöl. És van egy 4. sarok, mégpedig a Földnek is van sarka, meglepő módon, bár gömbölyű, hát kitalálták eleink, hogy legyen az északi sarok az a elnevezés, amely a forgás tengely, ugye a északi sarkon megy át, amely tengely hivatalból a sarkcsillagra néz, tehát ilyen értelemben annak rövidítése, hogy a sarkcsillagra néző tengely, az akkor a 4. tengely és a 4. sarok néven egy tengelyre felfűzve egy téridő egység jelképet is eredményez. És ez egy
fibulán gyengébbek kedvéért meg is van jelenítve, tehát a negyedik es fölé az észak rovás jelek kerültek, ami nem véletlen, mert hogy ez a bezárt szög itt megint csak a 23,5 fokot mutatja be. És itt látható az előbb említett nyolcágú csillag, ami ebből a négy S jelből is kihozható, sőt a szvasztika ismert jele is ebből a négy S jelből, tehát még egyszer a téridő egységét, ezt a szemléletet tükrözte már több ezer éve az itt látható számos jel, amiből a korondi cserepek sem maradhatnak ki, azok is ezt hivatottak föntartani és a köztudatba átvinni. Nagyon érdekes, dr. Aradi Éva képe, amit a Rajasztánból, Kács tartományból hozott, és az ottani fehér hun síremlékekről készített képek közül talán ez a legjellemzőbb. Mindegyiken tetején a nap és a hold jelenik meg. Most már tudjuk, hogy ez nem a hold, hanem a holdfogyatkozás esete, amelyben tulajdonképpen a többséget, a nem látható részt a nap, a föld képviseli, tehát ez a föld és a hold, a Bál és a Bél megjelenítése, a makrokozmosz megjelenítése, a kar, íz, tenyér, háromság pedig jól láthatóan itt áll elő. A kar mellett még körök is jelen vannak, a gyűrűn, az ujjakon a gyűrű is a kör gyökkel azonosítható. A tenyérben a tengelykereszt látszik, ez meg gondolom egy párta lehet. Feltehetően a fehér hunok is magyarul beszéltek. Téridő az abroncs zománc képein is felismerhető, mégpedig meglepő módon a két arkangyal aurájában is a három S jelet felfedeztem, és érdekes, a kezükben lévő dárda, vagy bárminek nevezhetjük, függőleges tengelyű lándzsa, azaz a tér függőleges tengelyét és a tér három dimenzióját jeleníti meg ez a zománc kép. A név előtt az X megint csak a térre utal. Szemben a Damjanos vagy Georgios zománc képekkel, melyek szintén az abroncson vannak, ennek a felirata előtt kört látunk, tehát a forgómozgásra a körre utal, azaz a földre, vagyis az időre, és a kezükben lévő lándzsa vagy egyéb dolog ferdetengelyű, tehát az előbb említett élő idővel összefüggésben hozható szög jelenik meg a képen. Tehát az érdekessége az, hogy tovább menve a képen belül megint csak a téridő egysége érvényesülnie kell, és ez úgy jöhet létre, ha a névben levő élgyököt egyesítjük, tehát a forma az a tér, a névbe rejtett gyök az az idő megfelelője, még egyszer az egység továbbra is jelen van. Ennél pedig azt látjuk, hogy a nevekben, amelyekben a Georgiosban a kör, a KZ, ugye a Kozmaszban a KR-rel vethető össze, az R helyén a Z is ismert. A Damjánban a Ten és az Isz gyök, a Demeterben is a DT hangátmenettel, MN hangátmenettel a Ten és az Isz Demetriosban ugye jelen van. Tehát még egyszer a KR, a Ten és az Isz gyök, vagyis a háromféle rezgés megfelelői
ugyanúgy a nevekben kiegészítik a formában fölismert időre vonatkozó jelzéseket. És ezeket, ha elképzeljük a koronán magán, akkor kiderül, hogy a pirossal jelölt tengely a tér tengelyei, az időtengely, az András kereszt, ezek a képek a kettő között vannak, tehát se egyiken, se másikon. Ezért is van az, hogy a téridőt önmagukban egyesítik, mert mind a kettőt egyszerre mutatják be. Ebből a gondolatból fakad az a felismerés, hogy a hiányzó két kép minden bizonnyal a hiányzó két arkangyal képe kellett legyen, akit ezek után akár sarkangyalnak is nevezhetnénk. Lehet, hogy úgy is hívták. A 3S rovásjel rengeteg helyen előfordul, a negyedikkel karöltve, tehát itt akár a keresztjelében az előbb látott módon is felismerhetően. A szárny állása érdekes módon ezt a 23,5 fokot tükrözi. 3 plusz 1 vezethető vissza. Aztán ismeretes bordák formájában, ami valamikor még 4 éknek is volt nevezhető, ez 4S jelből eredeztethető, mert minden főemlősnek 4-nél több bordája van, tehát láthatóan ez jelkép, és nem a valóság. Tehát ha 4 bordát itt is fölismertük, sőt az esztergomi oroszlánon is, akkor beláthatjuk, hogy az a történet, ami Ádám egyik bordájaként megjelenő Éváról szól, az egy félremagyarázás, vagy az eredetinek a félreértése, mert hiszen ez a 3 borda az akkor az Ádám, negyedik pedig az Éva, mint idő, és ez nem feltételezi azt, hogy előbb volt Ádám, és abból lett Éva, hanem egyidejűséget jelent gyakorlatilag. Aztán itt van ez a 3 hátsó láb, amelyik áll, és van egy, amelyik mellső lábként lép. Ugye, ez az oroszlán mutatja, ez a lépő lába, ez az, amelyik él. És ezt az S alakot meghosszabbítjuk, hova mutat? A fa tengelyének csúcspontjára, amelyik praktikusan a sarkcsillagra néz, hiszen ez a földi fa, ez a nap állata pedig az oroszlán. Ádám szóban a ten gyökre élik, ugye a D helyén a T és az M helyén az N. Arról már beszéltünk, hogy a ten az viszont a térrel azonosítható, tehát Ádám szerepe egy kicsit módosul ebben a felfogásban, mert a teremtőhöz közelít, és így ő adja Éva kezébe az almát, ami a nap megfelelője. Egyébként a fán is azonosíthatjuk a szereplőket, a levél nyilván az, amelyik él, és a kijó, megint a földre kell, hogy gondoljunk ez esetben. Tehát a egytengelyűség a kígyó esetében a nappal is, és a törzsel is jelen van. A törzs ugye a tér megfelelője, tehát komplex módon az idő pedig Éva nevében rejlik, amely angolosan eve-nek is hangzik. Ez az évkör, vagyis az idő megfelelője. Tehát ez a képlet magyarul értelmes, magyar találmány. Az édenkert az láthatóan a den, akkor a ten, vagyis a tér, kör, tér, ami a világ gömbségbe vetítve. És a nap lesz az íz, amelyik izzó, és így jön össze a körízten háromsága. De még a fügefa levélben is, ami a kéz öt ujjára emlékeztet, a mikrokozmosz révén ugyanezt a háromságot, az ízt, a tenyért és a kart kell, hogy lássuk, amely hát továbbra is jelenti, hogy ez a szemlélet a magyar szoftver nyelvvel egyidős,
azaz ha magyar ősnyelv, akkor avval kell egyidős legyen. Ezt azt is tudjuk, hogy a rovás jeleink egyenesek és ívek kombinációi, azaz a szár és a nő, a tér és az idő együttesét fejezik ki. Tehát a dingír csillag, ami ugye már említettük, hogy a két keresztnek az együttese, téridő jelkép, arról tudjuk, hogy 3000-4000 éves, az egy az akkád nyelvű olvasata, tehát a tengely és a körív láthatóan ez a két jel jelöli az időt és a teret, de hát ez itt van kéznél, úgyhogy mindenki hazaviheti és otthon tanulmányozhatja, mert ha három ujjunkat beállítjuk így egymásra merőlegesen, 90 fokot zárnak be, negyediket akárhogy erőltetjük, csak 23,5 fokra tudjuk eltávolítani. És ha ez a három új a nappal azonosítható, hiszen a tér a nap világánál jelenik meg számunkra, akkor a negyedik új nyilván a Föld lesz, és ami együtt mozog a Földdel, az akkor a Hold lehet ezek után. Tehát a kozmosz kicsiben leképeződve. Eleink is tudták ezt, mert a negyedik új, a gyűrűs új, az ugye a mennyasszony kapta, mennyasszony, ugye az előbb említettem, hogy mennyország hol van. Ilyen értemben a mennyek országában a napforma, az az arany, a napféme a gyűrűvel áll elő. A gyűrű egytengelyű lesz az újjal, amit a nő hoz a képletbe, és így ez az egytengelyű dualitás, vagyis a gyűrű átmérőjét megmérve, az új hosszával összevetve körülbelül a 3,6-szeres arány jön ki. Hogyan kell a kopt keresztet értelmezni? Hát az a mikrokozmosz, az emberi alak stilizált képe, és az ízületekből álló végtagok, az isgyököt, a fej körformája a körgyököt, és a közös tengely a tengyököt eredményezi, de hát a karíz tenyér is kiolvasható ugyanúgy. Ebből a változatban a felülnézetben látható, itt látható világgömb síkbeli változatát látjuk. Ennek olvasata úgy szintén köristen, hiszen ezek ízek, a gerez szóban ezzel ugyanúgy találkozhatunk. Tehát ezt hívják ugye kopt keresztnek, vagy ankielnek is. A kettő összefügg, ez a mikrokozmosz, ez a makrokozmosz jele. Erre talán még egy későbbiekben visszatérünk, de hogy lett a köristenből Isten? Hát úgy, hogy az Atyafiú Szentlélekben a női minőséget hordozó harmadik elem az hiányzik, és ez a körformával volt azonosítható a női minőség. Tehát ha ebből a képletből a kört levágom, akkor kapok egy egyenlőszárú keresztet. Ez volt a makrokozmosz. Mikrokozmosznál is a kört, ha kiveszem a képletből, akkor egy T alakot kapok. Ugye az előbbinek az olvasata a köristenből már csak az Isten volt, ennek is az Isten az olvasata, és a kettőt, ha egy központúvá teszem, az ismert keresztet kapom meg, aminek persze olvasata ugyanez Isten. Tehát kizökkent az idő szó szerint, mert a kör, a női minőség, a földet, a babbát, az időt jeleníti meg, és akkor elgondoljuk azt, hogy ha azt mondom, hogy köristen, és akkor a torziós hullámot kihagytam a képletből, és ehelyett csak ezt a kettőt említem, ami körülbelül lehet, hogy pontosan fedezi is ezt a jelenséget, mert hogy ugye a
torziós, a transzverzális hullám, mint hordozó a longitudinális hullámmal, amelyik távhatást is biztosíthat, együtt egy olyan transzcendens szférát is megjelenít, amit ma istenként apostrofálunk. De tudni kell, hogy ez a szó torzóként maradt ránk, mert ebből a köristen háromságból eredeztethető. Csak egy példa, hogy az úgynevezett ankiel, vagy kopt kereszt, vagyis a mikrokozmosz, ha kirajzolódik a térképen, már pedig a koponyát kupának is hívják. Tehát koppány nevéből a koponyára asszociálhatunk, amit a körrel azonosítunk, és ezt, ha a négy felé vágás szimbólumával a kereszttel jelenítjük meg, a makrokozmosz jelét kaptuk. Ugyanezt a négy felé vágott testtel kombinálva, amiket olyan helyekre tűztek, hogy Veszprém, az is gyököt rejti, Esztergom, úgy szintén, Győr nyilván a kör gyököt, és Gyulafehérvár talán az él gyököt rejteni. Ezek szerint ez a kettő együtt ilyen értelemben szimbolikusan leszámolás a köristennel és híveivel, és a kettős királyság intézményének megszüntetése is egyben. Tehát most arra térjünk rá, hogy hogy lett a köristen meg a karisztenyér egyesítve. Hát miután műszaki emberek hajlamosak a rövidítésekre, illetve hogy mondják ma a biológiát és a fizikát, el nem választható, biofizikának hívják már néhány évtizede. Eleink is így jártak vele, mert a köristen az akkor a fizika, a mikrokozmosz a biológia. Ha a köristenből a körist, a pirossal jelzett ist veszem, és az íztenyből a három mozgásból a hátsó felét ragasztom hozzá, összevonva a köristeny, hasonlulás illeszkedés után köröztény, ez az olvasata ennek a több ezer éves szemléletnek, és ezt ugye keresztényként ismertük, bár a köröztanyát térdje kalácsára gondolok, 100 éve még mondták köröszténynek is. A krisztián mássalhangzói ugyanezek. Szitja Jézus üzenete a szitja utódoknak. Mennyországban vagyunk, mennyország bennünk van, zárójelben kéznél van, ebből következőleg minden egy. Nem kell nekünk kalauz, hogy némi fizetség fejében oda irányítson. Magyar nyelven megfogalmazott kozmikus egységtudat, a téridő egység vagy köröztény tudat, az emberiség közös kincse, ne hagyjuk feledésbe merülni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. No, hát újra meghallgattam, és nagy élvezettel hallgattam meg. Persze van, amiben én vitatkoznék. Én úgy érzem, hogy van benne okumlálás, majd most meg is mondom, hogy mit tartok annak. De én néhány megerősítő dolgot itt fölírtam, mert közben vendégünk volt Born Gergely, aki ugye a magyar ősműveltséget a néptáncon keresztül kutatja. És teljesen egyértelműen úgy azonosítja, hogy hiszen van nekünk táncrendünk, ami kötött a néphagyományban, hogy a karikázó volt az első, és azt ugyebár lányok, szűzlányok táncolták, illetve már szűzlányok, tehát idős asszonyok, akiket már vád nem érhet, hogy bármi történnék is, ami elvenné szűzességüket, tehát újra szűzek lettek, ők táncolhatták csak ezt a karikázót, avval indult meg, és a kör az a asszony jele, ahogy itt te is más úton, módon végül is az idő
vel egyesítve erre jutottál. Illetve hát a lyuk jel a rovásírásban. Ugye, hogyha jelezni akarom, hogy most a körnek az ürességét akarom kihangsúlyozni, akkor azt az ej rovás jellel, amit sok helyen egy kis ponttal vagy kis keresztel helyettesítenek, vagy csak egy vonással. Ugye ez az, amelyik a ej jel. Ez az egyik, amit párhuzamosra érzem, tehát teljesen független kutatás, nagy valószínűséggel nem ezen a szimbólumrendszeren keresztül, vagy jelképrendszeren keresztül. Hozzátennék még valamit, mégpedig a somogyi botos táncot, ha magunk elé idézzük, ott keresztbe tesznek két botot, és körül táncolják. Tehát a körbe rajzolt keresztet rajzolják ki, illetve táncolják ki ezáltal. A táncszó érdemes megfigyelni, a tengyököt rejti, tehát azt az eget földdel összekötő tengelyt, amit gyakorlatilag a táncosok előállítanak, a páros táncok is egy közös, tehát férfi-nő közös súlypontja körül keringenek, tehát itt a közös súlyponton van a hangsúly. És hozzá kell tenni, hogy ez a táncszó a németben is, angolban is hasonlóképpen hangzik. Ugye most akkor találjuk ki, hogy melyiktől vettük át. Hát nem kérdés ez. Tehát ugyanarról van szó, és ettől fogva egyetértek a Born Gergellyel, amiben az ősi műveltség vagy tudás táncban is kifejeződhet, és mai napig is erről szól minden tánc, a körtánctól kezdve a páros táncokig. Az egész táncrend végül is egy teremtéstörténet, tehát szó se róla, ezt végignézi az ember. Csak vannak hiányok, nyilván koptak le. Még egy dolgot itt fölírtam. Megemlíted, hogy két nyelvűnek tartják a koronát, ugye latin és görög. Mind a kettő világos nyelvi megfelelő, és utána hozzáteszed a rovást. Én szerintem ezek nem egy fajsúlyú, tehát a rovás az nem nyelv. A rovás az jelkészlet vagy írás, tehát az egy hordozó. Mindjárt mondom, hogy én szerintem mi a harmadik nyelv. Nagyon egyszerű. És te az ízt fedezed igen föl a rovárt. Hát nagyon egyszerű, ős. Ős nyelv. Ilyen egyszerű. Tehát van a latin, meg van a görög, meg van az ős nyelv. Én szerintem. Nem kell ott keresgélni más szavakat, mert akkor mondhatnánk, hogy a, mit tudom én, a latin helyett azt mondanánk, hogy valami betűkészlet, vagy, mert a rovás az nem nyelv. Érted, mire gondolok? De ebben tévedsz, hogy ez valóban nem nyelv, hanem éppen latin és görög írás jelek vannak rajta. Tehát a nyelv... Hogy az írás jelként mondod, hogy az nem nyelv, hanem latin írás jel, görög írás jel, rovás írás. Ja, értem. Így már egy közű. Így már egy fogalom. Igen. Nem hangzik el, vagyis nem jelent meg ilyen értelemben. Értem. Tehát megvédve a rovás nyelvet is. Csak akkor nem nyelv, hanem jel. A megfogalmazás volt igen helytelen. Értem. Jó, akkor még egy dolog, amit itt fölírtam, aztán átadlak a közönségnek. Az az Isten szó egyben számomra ösztön is. Erről mi a véleményed? Tehát ott azt mondod, hogy hiányzik, megfosztották valamitől. Valójában, ha csak az ösztönnel élne az ember, az megfosztottság valamitől. Van ebben valami logika, vagy ez csak így? Elfogadom az ösztönt is. Én az Istent az ős térrel is azonosítom, mert teljes joggal az előbb említett módon a tengyök helyett a térgyök is megfeleltethető, és az is, az ős is lehet természetesen. És ha elgondoljuk, akkor mint őstér, nagyjából ugyanazt a fogalmat kell alatta értsük, mint amit ma Istenként elképzelünk. Tehát az ösztön, hogy ez mikor ígyök, ez a nyelv kialakulása vagy kialakítása idejéből eredeztethető ígyök mindegyik, és ebből származtatható egy csomó
más változat is, mert az Esztergom szóban is, az Esztergom szóban is, az Ister, az Isten is lehet. Tehát az Ister, Isten azonosság. Erre még Prácki István mutatott rá, hogy az R rovás jel, az hasonlít a latin N, nagy N-hez, csak éppen a ferde szár az másik irányú, tehát tükörképben azonosak. Tehát így, ha fordítva olvassák a szöveget, hajlamosak tévesztésre, tehát az R helyén az N létjogosultsággal bírt, bár ezt nem tudom pontosan magyarázni, hogy az Istenből hogy lett Ister, de ugye Attilára, nem, Árpádra mondták, amikor a Duna vizéből ivó kürtjével merített, akkor környezete háromszoros Isten, Isten, Isten felkiáltással üdvözölte ezt, ami lehet, hogy az Ister szóra utal, tehát a Dunára, és a harmadik elem a víz szóban lévő ízgyök, tehát összeállt a háromság, mint egység, szimbólum ez is természetesen. Tehát a nagyon érdekes képet legközelebb tudok arról hozni, hogy az Egyiptomban a fáraók jelvénye volt az ostor és a gamósbot együttese. Na most a gamú a kör gyököt rejti, az ostorban meg megint csak az Ister, Isten, vagy az Isten. Isten. Tehát a köristen kirajzolódik. Még egyszer, tehát a Borbola felismerte magyar nyelvűség Egyiptomban ezek szerint bizonyítást nyert ezáltal is. Ezen a vonalon igen messzire el lehet menni, és hát nyelvészeknek való feladat ez valóban. Hát meg tudom erősíteni, mert ógörögül meg görög nyelven a gamó tulajdonképpen a körív. Tehát míg más nyelvekben a körív szót egy az egyben megtaláljuk a franciában, a keltában, a németben, hát az angol annyira közel van, hogy csak beszédhibás körv, azt mondja körív helyett, hát nem is tudok erre mit mondani, ennél még a kurve is távolabb van, mint a körv a körívtől, és a gamó az meg görög nyelven a körív, tehát görbe, körív. No, hát én átadlak, aztán majd utána megemlítem, mi az, ami egy dolog, amiben én azt mondom, hogy én a helyedben azt nem hangsúlyoznám, mert az egy te általad végzett okumlálás. Értem. Egy historikus rész. Nem, világháló. Hát az egyik dolog az, hogy Ferenc Csaba végezte el a méréseit a Szent Koronának, nagyon precíz méréseket végzett, és a könyvében tesz egy nagyon furcsa megjegyzést, nevezetesen azt, hogy hogyan állt elő a keresztnek a 23,5 fokos dőlésszöge. Ez úgy állt elő, hogy a koronának a hossztengelye, mert ugye egy ellipszis, ennek van egy hossztengelye, a koronának a hossztengelye az a hossztengelyével párhuzamosan van egy összesen 3 mm-rel eltérő másik tengelye is, és erre a tengelyre van ráállítva a keresztpánt, és miután ugye ebből az következik, hogy a keresztpántnak a két rövidebb oldala, az egyik oldalon hosszabb, a másik oldalon rövidebb lesz, ebből az következik, hogy egy ilyen ferdet helyzet áll elő a keresztpántnak a másik oldalával, és ebből az következik, hogy az a lemez, ami a két keresztpántot összeköti, a pantokrátor lemez, az ferdén áll. És hogyha erre a ferde szögre merőlegesen állítom rá a keresztet, akkor előáll ez a 23,5 fokos szög. Tehát ez az egyik dolog, úgyhogy ez nem egy... Tehát mindaz, amit elmondtak a koronáról, hogy leejtették meg, ráültették a kis Zsigmondot meg, mit tudom, ez mese. Tehát a mérések azok azt igazolták, hogy ez egy ténylegesen az ötvösök által előállított dőlésszög.
Úgyhogy ezzel azért kell ennyire behatóan foglalkozni. A másik, nem, még szeretném folytatni. A másik dolog viszont az arra vonatkozik, hogy hát véleményem szerint a rovás jeleinek a megjelenése a Szent Koronán az nem különleges, és erről Laci is, bocsánat, hogy régi barátság miatt nyugodtan mondtam így. Tehát erre Laci is utalt. Tudnélik, az a helyzet, hogy aki foglalkozik a magyar népművészettel, az tudja, hogy az ornaments jelkészletünk az csupa rovás jelből áll. És ezek az ornaments jelek megjelennek a festett kazettáinkon is. Festett kazettás mennyezetekből festett kazetta Magyarországon megközelítően 40 ezer darab van. Csodálatos módon a kolbász az lehet hungarikum, a festett kazetta, ami csak a Kárpát-medencében fordul elő, sehol másutt ilyen jelkészlettel nem fordul elő, az én egy éve harcolok azért, hogy ebből nemzeti, úgyhogy szóval én szeretném, hogyha ez a nemzeti örökség körébe kerülhetnének, ez a 40, megközelítően 40 ezer kazetta, lehet, hogy több van. Azért merem mondani, hogy lehet, hogy több van, mert eddig megközelítően 250 templomban találtunk festett kazettát. Egy-egy templomban 200, pontosabban 80 és 250 között van a kazettáknak a száma, de van a karzatokon is kazetta, van az erkély melvédeken, a kórus melvédeken is van kazetta, van a padelőlapokon is kazetta, van a szószék feljárókon is kazetta, tehát meglehetősen sok ilyen kazetta van, ezért merem azt mondani, hogy biztos, hogy 40 ezer vagy ennél több kazetta létezik, ebből érdemes hungarikumot csinálni, tehát egyedi dolgot csinálni. Na de térjünk vissza ehhez a dologhoz. Ezeken az ornaments diszekben ebben rovás jelek vannak. Ha semmi másra nem gondoltok, akkor gondoljatok arra, hogy az Inlakai Unitárius templomnak az egyik feliratos kazettáján, ahol rovás felirattal szerepel az, hogy ami szerepel, de a sarkokban van egy kis tulipán. És ez a tulipán, ez azt jelenti, hogy egy az Isten, ez egy ligatúra. Ez egy ligatúra. Na most, hogyha elolvassa az ember azokat az imákat, amiket Erdély Zsuzsa állított össze, ugye arhaikus népi imáink, én ezt kibővítettem azzal, hogy arhaikus népi imáink festett kazettás mennyezeteken. Tudnélik, festett kazettáink között találunk egy olyan nagyon érdekes, egy jellegzetes jelet. Meg elmondjam, vagy pedig vagy nem vagytok rá kíváncsiak. Elmondom, a következőről van szó. Van egy olyan kazetta, most elfelejtettem elhozni, mert akkor be tudnánk mutatni. Hát van egy olyan kazetta, amelyiken van középen egy napkorong jelkép, tehát egy ilyen forgó rózsa, ami a napot jelképezi. Ebből a forgó rózsából négy virágszirom áll ki, egy körbe írt keresztel, vagyis egy körbe írt valamivel, és ez a négy szirmú virág, ez egy körbe írt kereszt, közepében a napkoronggal. A szirmok között egy-egy ág indul ki, az ágakon a szirmok fölött két vonal áthúzást találunk, és az ág végek, azok, mint egy tulipán, így kihajlanak egy virággá, és középen pedig összeáll a mandala, benne ez a függőleges vonallal, és ez együtt egyezik ugyanazzal a jellel, ami egyébként rovás jelként úgy szerepel, hogy egy az Isten, vagy egy Isten. És az arhaikus népi ima, amelyik ehhez tartozik, az pedig a következő, hogy nap szülte földet. Tudnék, a körbeírt kereszt az a föld jele a rovás írásban. Tehát a nap, ami középen van, ez szülte a földet. Föld szülte fát, az ága a virág szirmok között ugye kijönnek a faágak. Fa szülte ágát, ezek a tulipánnak a kis ágacskái, meg az egyenes ágacska is. Ága szülte bimbóját, bimbója szülte virágát, virága szülte Szent Annát, és itt jön az érdekessége, hogy a magyar tudta azt, hogy Szent Anna
is szüzen fogant. Tehát szüzen szült. Tehát Mária szüzen fogant. És ezt nagyon kevesen tudják. December 8-a szeplőtelen fogantatás napja. Kinek a szeplőtelen fogantatása? Hát Máriájé. Tudnék, Szent Anna ekkor fogantta Máriát szeplőtelenül. És ezért Szűz Mária ténylegesen annyira szeplőtelen volt, hogy már az ő fogantatása is szeplőtelen volt. És a Mária, Jézus fogantatása mikor van? Március 25-e gyümölcsoltó boldogasszony. És a magyarság ezt pontosan tudta, hogy mi történik. Úgyhogy erre nagyon érdemes odafigyelni, mert ezek nagyon érdekes dolgok. De gyakorlatilag, amit el akartam mondani, az az, hogy a rovás jelek megjelennek a népművészetben, az ornaments díszekben, csak mi már nagyon kevesen próbálkoznak vele, hogy kiolvassuk, pedig ki kell olvasnunk. Vissza kell olvasnunk, mert tele van a fejünk fölé írt mennyezet, tele van üzenettel, amit meg kellene fejtenünk, és ebben próbálkozunk. Köszönöm szépen. Ja, bocsánat, még egy dolgot elmondok, aki néptáncos, az tudja, hogy a néptáncban a férfi egy helyben áll, egy helyben táncol, és a nő táncolja őt körül. Köszönöm. Szívesen, de azért megkérek mindenkit, hogy ne tartson kis előadást. Az egy másik alkalom legyen, nem most. Inkább kérdezzünk, mert... Persze. Én kérdezni akarok. De először azért hadd jegyezzem meg, hogy mivel az Iszter szó többször szóba jött, hogy az a közel-keleti istennővel, Isztárral, illetve vele is ugye összefüggésben van, úgy, mint a Don folyónak a neve is, vagy a Dunának a neve is, a Tennel van ugye összefüggésben. De ez csak így megjegyzésként. Ami kérdésem lenne, egy kicsit, hát annyi, olyan rengeteg mindent mondasz, hogy az ember nem tudja mind követni, és itt egy valami zavart engem, itt a koppány, kupa, kereszténység vége, ez valahogy úgy, hogy nem jött ki, hogy milyen logikával támasztod ezt alá, és hát én inkább ebbe a Varga Tibor teóriájának hiszem, hogy ez egy kommunista kitaláció tulajdonképpen, amivel egymásra akarták ugrasztani ugye a nemzetet, és Szent Istvánnak a keresztény jellegét, uralkodó keresztény jellegét megtörni. De hát hogyha ezt kicsit jobban kifejted, akkor talán neked van igazad, nem tudom. Én meg azt szeretném, ha nem fejtenék ki, mert pont ez az egy, amiben belekötnék. Tehát, de ő az előadó, tehát bátran, hogyha gondolod, akarsz ebben mondani valamit, én pont erre gondoltam, hogy ezt töröld. Ez nem bizonyítható, azon kívül nekem is más a véleményem Szent Istvánról, mint a nemzeti oldalon elterjedt, és a kommunista időkben nagyon remekül beágyazott koppány, és hiszen szinte örventünk annak, hogy látjuk ezt a műsort, és közben meg hát ez egy kód volt, amit sikerült átörökíteni. Tehát én Papp Gábor, Szántai Lajos nyomán is, egy kicsit Grand Pierre Endre, bár ők, hogy úgy szidja Szent István, hogy nem tudja bizonyítani, hogy valóban ő követi el azokat, amiket bűnnek róföl. Viszont én azt hangsúlyoznám, hogy én mindig az eredményt, a tetteket kell nézni, és én nem látom, hogy Szent István alávetette volna bárkinek magát. Nem vetette alá senkinek magát. Senkinek nem vetette alá magát. Viszont azt tudom, hogy Gyula szerette volna, akit kihagynak ebből a vitából. Miért hagyják ki Gyulát? Gyula szerette volna, a Bizánchoz csatlakozik a magyar királyság. És hát István meg azt mondta, nem. Most Koppányról én ezt nem tudom bizonyítani, de Papp Gábor például azt tanítja, hogy,
hogy ő valahonnan felfedezte, hogy ő meg inkább Salzburg felé szerette volna vinni, oda alárendelni, oda besorolni a magyar királyságot. Én ennek még nem néztem utána, tehát én csak el tudom mondani, hogy Papp Gábor ezt mondja. Én úgy tudtam, hogy ő is Bizáncban keresztelkedett meg Mihály néven, ennyit tudok Koppány keresztségéről. Aztán, hogy máshol is, hát annyira hiányos ebben az ismeretünk, László, hogy ebbe a vitába kérlek, annyira jó az egész, az ős kereszténység. Valahol úgy érzem, hogy ez maga, mondhatjuk azt, hogy az egyházi környezetben ez a Fejér Egyház, ami számtalan településnek a neve, Fejér Egyház. De mondjad. Pontosan erre gondolok, hogy nem jött át, úgy tűnik, az előadásom mondani valója, mert nálad például, mert én arra céloztam, hogy megtaláltuk a kereszténységet, az eredetit. Tehát azt kell eldönteni a kabátlopás történetben, hogy én loptam a kabátot, vagy tőlem lopták a kabátot. Átvettük-e a kereszténységet, vagy tőlünk vették át a kereszténységet. Hogy látjátok, melyik az igazi változat? Teljesen világos, hogy István nélkül nincs Európában kereszténység. A pápa annyira örült, hogy azonnal levelet írt Ottónak, hogy a szkíták királya velünk van. Hát Bizánc volt Új-Róma akkor, amikor nálunk azt mondják, egyébként nem a mi krónikáink mondja. A krónikánkban nincs térítésről szó. Nincs térítésről szó. Hanem ezt tanítják nekünk különböző nyugati irodalmakból, hogy akkor István beívta a papokat és térítettek. De mondjad, tehát én számomra tiszta, hogy nem mi tértünk át. Egy következő előadásban tudom bizonyítani, hogy ez a keresztény névre hallgató szemlélet a Kárpát-medencében 7000 éve jelen van. Melyik volt előbb, a 7000 éves vagy a 2000 éves történet? Ezt tisztázni kell. Tehát a nevet, hogy tetszik, lenyúlták, és ellopták, ha más néven fogalmazom, de később nevezik domén névnek, ma így mondják. Ugyanezen a néven kaptuk vissza a fizető változatot, mert a keresztény tudat a körtemplomaival jellemző módon úgy volt megjelenítve, hogy a körtemplomot megkerülték, és úgy lettek egytengelyűek vele, vagyis azonosultak a körtemplom által megfogalmazott panteon, jurta, mind ilyen alak, köralak, avval a téridő egységgel azonosulva, ez egy kozmikus egységtudat volt más néven. Tehát, ha ebből a rendszerből kiemelek valamit, és a nevét viszont, a régi nevét felhasználva úgy adom el, mintha az eredeti háromság lenne, szó szerint csak itthon vettük észre kicsomagoláskor, hogy ez már nem az igazi, mert ez a háromság darabra megvolt, de a női minőség hiányzott belőle. És mikor vettük észre? Hát 500 évig titkosítva volt a Biblia, akkor fordították le magyar nyelvre. Latin nyelven volt ismeretes, köznép nem beszélte a latin, tehát ettől fogva azt lehet mondani, hogy a reformátusok azt hitték, hogy na, akkor vissza lehet hozni a régi szemléletet. Festettek is pár ezer kazettát a mennyezetre, de aztán csalódniuk kellett, mert meg kellett maradni a Bibliánál, mint olyan szabadalomnál, aminek a további hasznosítását most már olcsóban megúszhatták, hiszen Rómának már nem kellett fizetni a tizedet, csak a könyvnyomtatónak talán a járandóságát. Tehát így vagy úgy a szemléletben egy változás állt be, amely azt is jelenti, hogy ez a keresztény szemlélet azért láthatóan nem kedves az összes követőnek, mert hiszen
csak ettől eltérőt lehet szabadalmaztatni. Ugye maga a valóság rendszerében az örök igazság az nem kisajátítható, nem szabadalmaztatható. Csak az szabadalmaztatható, ami ettől eltérő. Tehát ettől fogva 100-valahány egyistenhívőnek mondott felekezet van. Mindegyik más szabadalmi leírással. Ha ezt vagy azt követed, akkor neki kell fizessed a hasznosítási díjat. Azt, mit egyházadónak is hívtak egy időben. És ilyen értelemben a mohamedán vallás előre törése talán annak tulajdonítható, hogy a tizeddel szemben ott csak 2,5%-ot kellett fizetni. Ezt hívták zakatnak, ez volt. Tehát olcsóbb volt, láthatóan. Így vagy úgy, azt ha belátjuk, hogy ez a szemlélet a magyar szoftvernyelvvel egyidős. A magyar nyelvet, hogy milyen korú, azt nem tudom megmondani, de ősnyelvként még nem találtam ennél idősebbet. Tehát ez egy örök igazságot felismerő szemlélet. Neve köröztény szemlélet. Ha ezt mi visszakapjuk egy olyan változatban, aminek a leasingjét századokig fizettük, mert végül is nem egy összegbe vásároltuk vissza, hanem ránk erőltették, ha úgy tetszik, akkor már nem lehet kérdés, hogy melyik volt előbb. László Gyula is fölismerte, hogy a magyar nyelvben a római vallás összes kifejezése már megvolt akkor, amikor István idejében ránk erőltették ezt a változatot, persze latinul, és akkor jó sok idő kellett ahhoz, hogy beazonosítsák a fogalmakat. Egy szó mint száz, nem értem a kérdést, hogy most megtaláltuk ezek szerint az ősi magyar világ szemléletet, vagy nem találtuk meg? Laci, olyan keveset tudunk ezekről a nagy emberekről és erről a nagy korról. Tehát én csak ettől a kijelentő módtól óvlak téged, de ha vállalod, mondjad, szerinted István nem volt tisztába ebben. Szerintem meg Istvánnál ember nem volt a kortársai között, aki jobban tisztába lett volna avval, amiről te most előadsz. És szerintem annak idején a nyelvnek nem volt ekkora hatása, mert nem esett ennyire szét. És szerintem Attilától kezdve minden uralkodónk legalább 10 nyelven beszélt. Legalább 10. Számukra az nem, mert itt nem a népről van szó, hiszen uralkodtak ők különböző népek fölött, és ez nem okozott gondot. Ők rendteremtők voltak, nem elnyomók, nem meggyalázók, nem vallásmegszüntetők, nem nyelvkiirtók, a mi szakrális uralkodóink. Tehát én csak óvni szeretnélek téged, hogy beleess egy olyan vitába, amiben elveszett a mi nemzeti oldalunk. Az egyik a kontinuitás elméletet tagadja, amit te híve vagy. Be se engedi a rendezvényeire. És nagy állami támogatást kap ahhoz képest, amelyik már meg is szűnt. Amelyik viszont beengedte mind a két elméletet. Tehát belemegyünk, hogy személyesítjük ezeket a korunkkal növekedő, világfejlődéssel növekedő eltorzulásokat, holott nem igazán tudjuk, hogy mennyi a hazugság az írott történelemben Istvánról, és Koppányról, és Gyuláról, és sorolhatnám Vászolyról, Szent Lászlóról. Tehát én csak ezt javaslom neked, mert ez az egyetlen egy rész, ahol egy politikai dolgot veszel bele, nem tudományosan, hanem egy vizionált képet, hogy keresztre feszítették Koppányt, azonosítod az őstudattal, és ebben István keze véres című fejezetbe mentél bele, és ez nem bizonyított. Tehát ezt én nem vállalnám föl a te helyedben, azért, mert sokkal nagyobb dolog van itt. Itt arról van szó, hogy az Ószövetséghez közünk nincsen,
és a kereszt szó előbb Krisztus neve keresztes. Nagyon egyszerű. Tehát erről beszélünk. Ettől egyébként egy püspök fölállt az asztaltól, igaz, hogy utána visszaült, amikor én ezt mondtam neki, hogy azért ne higgyük, hogy Krisztussal született a kereszténység. Hát ettől föl is áll egy püspök. Tehát gondoljunk bele, óriási csatát vívsz te ebben, hogy te azt mondd a mai keresztény egyházak tömegeinek, hogy ti mind egy sokkal ősibb egyháznak egy gyökött, csökött, eltorzult változatát képviselitek csupán. A teljességet képtenek vagytok, mintha megálltatok volna az időben címmel, hiszen azt mondtad, hogy a kört levették, és maradt Isten, még jelképesen is meg tudod mondani. Az igazság az, hogy én ebben egyetértek, hogy ez egy óriási csata, de úgy, hogy most az összeset megsértjük, és még a végén az iszlám gondolat jobb lesz, mint a keresztény, tehát arra nagyon vigyázzunk, erre nagyon vigyázzunk, Laci. Iszlámról jut eszembe, hogyha elgondoljuk, hogy Allah neve az álló magyar szóból, a Koránból a körgyök, az iszlámból az isgyök rejlik, vagy szedhető elő, akkor kiderül, hogy ők is csak belőlünk építkeztek. Azt tudni kell, hogy ők ugye a háromságot tagadták, és ezt úgy fejezték ki, hogy Mekkában van három oszlop, amit minden évben ünnepélyesen megátkoznak. Tehát ugyanez igaz az unitárius változatra, akik azt a zsidó-keresztény háromságot nem tudták elfogadni, és megragadtak az egységnél, a nevükből is ez derül ki, ugye? De ennek a háromság fogalmának kitárgyalására nem volt idő, és így hamvába holt. Már úgy értem, annak idején a középkorban, tehát az unitárius változatnál, de mindegyik ezt keresi, vagy próbálja megragadni, én úgy gondolom. De vegyük észre, hogy a Szent Koronáról a hátsó három zománckép hiányzik. És összefüggésben azzal, hogy amikor visszakaptuk a koronát, mert az elképzelésem erről röviden az, amit Tóth Gyula fejtegetésére alapozok, hogy tudnélik Nagy Károly Aladárral azonosítható Attila idősebb fiával. Ez a magyar korona Attila után Csabától elrabolva Aladárnál maradt, vagyis Nagy Károlynál maradt, sőt, vele együtt temették el szarkofágba, Aachenba. Erről Szigeti István írt aacheni plébános könyvet. Abból tehát kitetszik az is, hogy ezt ezerben harmadik Ottó saját kezűleg szedte ki a szarkofágból, és harmadik Ottónak a édesanyja bizánci hercegnő Teofánu névre hallgat, tehát a bizánci kapcsolatai megvoltak. Ő lehetett az, aki Bizáncból alkalmas zománcképeket szerzett ennek kicserélésére. Miért kellett ezt kicserélni? A Aladár élete végén vette fel a római kereszténységet. Tudjuk, hogy a német-római császári korona ószövetségi alapon áll, Pap Gábor fejtegetéseiből ismeretes. Tehát nekik, mikor kiszedték, nem kellett már ez a korona, de úgy idézőjelben egy csomagterv részeként adták oda Istvánnak, hogy ebbe az Európai Unióba ő is szerepet kap, tehát a Nagy Konstantin név is valószínűsíthetően nem személynév, a Konstan szóban Tóth Gyula a Hunstán szót, Hunisztán, tehát a Huniót más szóval érti, és én meg azt teszem hozzá, hogy a Tengyök a végén, a Tennó japán császár névben, vagy a Don és más főúr névben rejlő Tengyököt rejti. Tehát a Ten az a ég és föld közti kapcsolati tengely. A úgynevezett Pontifex Maximus az megint csak a nagy hídverőt jelentette, tehát az, amelyik az ég és föld közötti kapcsolatot biztosítja. Egy szó mint száz, a
Hunstán tennója, az a Hunstán a Hunió főbiztosa volt, és így lett belőle nem egy, hanem mindjárt hat is, és az első volt valószínűleg vagy Attilára értették, de még inkább Aladára vonatkoztatható. És ilyen formán a hátsó Konstantin feliratú zománc kép az hivatott ábrázolni ezt az új ezer évre kialakított uniós rendszert, tehát akkor próbálták ki elsőként az Európai Uniót, de akkor már inkább Eurázsiai Unió volt ez. De ez valahogy elhalt, mert harmadik Otto is hamar meghalt, és az Imre Herceg, akit ennek a főbiztosaként emlegettek, úgy szintén korán életét vesztette. Tehát úgy gondolom, hogy ez a képcsere akkor volt esedékes, és ennek jegyében, hogy a koronát visszakaptuk, be kellett engedjük a trójai falovat a falakon belülre, vagyis a római egyházat lehetőséghez és terjeszkedési lehetőséghez kellett juttatni. A sokáig volt persze vita tárgya az investitúra jog, ez csak pár száz évvel később szállt át az egyház birtokába, vagy lehetőségei közé. Tehát úgy gondolom, hogy bár a Révai Péter koronaőr feljegyzéseiből az derül ki, hogy ezt megvolt a koronán, a hátsó zománckép Szűz Máriát ábrázolta, de ez a könyv Révai halála után jelent meg tizenvalahány évvel. Nem lehetetlen, hogy ezt megmásították a könyvben, hiszen nehéz lett volna elszámolni azzal, hogy a köztudatban Máriának kiáró helyen valami más van. És inkább titkolták, miután a köznép amúgy közelről nem láthatta a koronát. Tehát a gondolat lényege, hogy ez a három képcsere akkor, amikor István visszakapta a koronát, ezzel a feltétellel kaphatta csak vissza. Akinek van kérdés? Aztán legyen ez a vége, mert lesz még folytatás. Javaslom. Csak azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy jól végig lehetett követni, hogy a László itt levezette a Szent Koronán bemutatva a vallásoknak a fejlődését, ezen belül is ugye a keresztény vallásnak a fejlődését, és amit én érdekesnek találok, például a jelképrendszerben a korai, tehát az őskeresztény vallásnál, amit mi ma úgy mondunk őskeresztény vagy manorita, én például a Kurdisztán területén a kolostorukba egy jó párszor megfordultam, és érdekes módon ott a hegygyomrába legalább másfél kilométert kell bemenni, ahol a szentély található, és érdekes módon az egyenlő szárú keresztet találjuk meg. És ugye ez az első olyan keresztjel, amit ismerünk, amely gyakorlatilag a Magna Mater korából származó jel, az ős kereszténységnek a jele. Vagyis a Magna Mater ugye a földanya istennő, és itt a fénynek a megjelenítése, hogy a fény nélkül nincs élet, ugye az életet adó fénynek a megjelenítése, ugye nem más, mint a napnak a megjelenítése. Nagyon szépen lejött, ahogy levezetted ezek a dolgok, hogy végig lehetett követni. Én nagyon örültem neki tényleg, hogy ez így foglalkozol ezzel a dologgal. Nekem mondom, az volt az egészben az érdekes, hogy én a monolita vallást, ugye, vagyis az őskeresztény vallásnak a dolgait úgy tanulmányoztam már egy jó párszor, és ugyanezek megtalálhatóak benne. Köszönöm szépen. Köszönöm. Laci? Nem? Hát szerintem köszönjük szépen Lászlónak, és lesz folytatása. Jövő héten Friedrich Klára és Szakács Gábor fog beszélgetni velem rovásírásról. Igen?
És búcsúzóul még ennyit, hogy ez a világegyetem, ami ugye részecske jellegű, de hangja is van, ez a szférák zenéje, ugye hullám természetű is egyben. Vagy látom, vagy hallom. Ilyen egyszerű.